Na sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ismét késnyitások, a legepikusabb magyar késnyitásokat hoztam el nektek. Ismét srácok, megérett a késfa, és összegyűlt ismét egy pár nyitás. És előre beszeretném harangozni, hogy a következő részekre, hogyha van valami jó kis nyitásotok, leginkább kés, kesztyű, vagy ilyen nagyon drága piros skinre lenne szükségem, ilyen piros, tudjátok. Mint például van itt ez az AK, látjátok a minőség ilyen piros. Várom őket nagy szeretettel, lent van a leírásba, vagy az Instagramon, vagy a Facebookon küldhetitek. A videót a Scope.gg támogatta. A Scope.gg egy olyan weboldal, ami elsősorban értetek, azaz a cségó közösség fejlődése érdekében jött létre. Ha nemrég kezdted a játékot, vagy csak egyszerűen új dolgokat szeretnél kipróbálni, akkor itt biztos, hogy tanulhatsz. Biztos sokszor játszol, és mikor elrontasz valamit, csak megkérdőjelezed, hogy de mit hibáztam? Mit kéne jobban csináljak? A megoldás a gránátok kitanulása. A Scope.gg egy összetett 2D-s rendszerrel hihetetlen módon adja át a tudást a játékosok felé, akik meg szeretnének tanulni bizonyos gránátokat. Kiválasztott, hogy honnan szeretnéd dobni a gránátot, kiválasztott, hogy hova szeretnéd dobni a gránátot, és kimásolod a konzolba a parancsort, amit megad. A játék beállít téged, eldobod a smoke-ot, várod, míg megérkezik, és mehet is a játék. Természetesen ez ugyanúgy működik egyéb gránátokkal is. Ezen kívül az oldal követni tudja a játék stílusodat és tanácsokat tud adni, hogy mind kéne esetleg javítanod. Ha egy jobb játékos szeretnél faragni magadból, akkor merem ajánlani a Scope.gg weboldalát. Link a leírásban. Na és akkor kezdjük is Smarlov nyitásával. Dobok rá egy lájkot mindenképp, te is dobj egy lájkot a videóra, hogyha tetszik ez az egész ötlet. Ha pedig még nem vagy tagja a csatornának, akkor mindenképp nyomj egy feliratkozást, és hogyha tetszik ez a videó, akkor a többi videóm is biztos vagyok benne, hogy fog tetszeni. Ha minden igaz, 225-öt mondott, azt hiszem 225-höz lettünk kérve. Tehát nézzük, hogy mit nyit. Először is Spectrum 2 láda. Se fog semmi jó jönni belőle szerintem. Nem fog semmi jó jönni, azt mondja. Nem. Ez tényleg nem. Na majd ez. Jó reggel. Vagy attól függ, hogy hova tekert, lehet, hogy 3 előrébb tekert. Na lássuk, Smarlov, mit nyitsz? Ez majd beadja. Ott van! Ez az! Nem semmi, ez egy Factory New, ha minden igaz, vagy Minimal Wear Tiger Tooth, nagyon szép minőségben van. És körülbelül 200-220 euró körül van. Hadd lássuk, milyen állapotban van, Minimal Wear vagy Factory New, de szerintem Minimal Wear, amúgy. Nem, Factory New, bocsánat. Factory New. Ez szép volt. Gratulálok hozzá, Smarlov. És ha minden igaz, ebben a videóban csak ezt az egyet nyitottad. Hát 20 ládából, itt azt írja 20 láda. 20 ládából ne haragudjatok, skacok, de szerintem egy kés az úgy valahogy visszahozta a zárát. Smarlov, őszintén gratulálok neked, használd egészséggel. Én azt mondom, hogy nézzük is a következőt. Aki Jason Play, biztos sokatok ismeri. Jason Papa azt mondja címben, hogy nyitott versengő közben egy kést. Te én erre piszok kíváncsi vagyok, és 221-hez tekerünk, srácok. Na, oké. Akkor, jajad neki, Jason. Van mindenkinek prime-ja meg izéja? Prizma ládával kezd. És itt lesz a kés. Nem itt van a kés. Játék közben vagyunk egyébként, látjátok. Hadd lássuk. Most lesz. Kés! Nagyon szép egy... Bolond vagy, te fiú! Egy Ursus Type Ultra Boy-t egy nyitott. Ultra Boy-ját. Gyertsz is, fasz! Na, hogy beszélsz? Annyira nem rossz. Szerintem van egy olyan 80 euró, 70-80 euró szerintem. Most nézi meg, hogy mennyibe kerül. Á, nem tudom a kódomat. Hopot ment alapjós. Á, nem láttuk, nem tudtuk meg, hogy mennyi. Viszont megnézem én, mert kíváncsi vagyok. 177 euró, Jason, és te ennek nem örültél? Ha ne haragudj már, de 177 eurót, nem tudom, jöhet. Tehát, hogy Jason, gratulálok ez a nagyon szuper késhez, pacsi neked, és egészséggel használ, te is jöhet is a következő. Ami nem más, mint egy pixeles videó. 240p-ben fogom megnézni. Hát srácok, ez egy 240p-s nyitás lesz, tekerünk az egy kicsit bele. Glock. Itt egy lock. Miket nyitsz egyébként? Nem látom a pixelektől. Ez egy falcon. Azt hiszem, az egy falcon knife volt, ugye. Igen, ott van a falcon knife is. Ki? Szép.
Egy Falcon Knight Fade, bármilyen pixelesd a fade-et mérföldekről felismerem. Le van sokkolva, Invisible Gamer Hun, sokkot kapott. Nem hiszi el, hogy kés kapott. És kés, igen, a kés utószóval zárult a videó, gratulálok hozzá. Biztos, hogy jó kis ára lehet, a fédek azért azok az egekben járnak, nagyon ilyen 200-250 eurókat surolnak. Hát gratulálok hozzá, használd egészséggel te is. A következő Zsolt Vizitől van, és azt írja, hogy lenne két darab videóm, amiben egy napon nyitottam körülbelül 64 eurót, olyan másfél éve. Itt van az egyik, viszont hol a másik? Ja, azt írja, hogy a másikat meg nem tudom elkölni, mert 25 megánál nagyobb. Kinagyítom a videót, és játsszuk le, adunk hangot neki. Ú, a zene. Nem tetszik a zene, nem tetszik, hogy zenét vágsz alá. Nem kell zene egy videó alá. Késnyitás alá. Na lássuk. Színképláda. Színképládát nyit. Ez be kell adja. Itt most már be kell adja. Az szép. Az gyönyörű. Ez nem egy kés, hanem egy AK-47-es vérsport. Ami nagyon jó állapotban van. Ez egy... Hát ez... Ez szerintem ez egy factory new. Hasztjelen tesztelt! Kíváncsi vagyok az árára, hogy hasztjelen teszteltben milyen. Gratulálok a nyitáshoz, nagyon szép nyitás, azért az nem semmi ez a skin. 36 euró, fú, azért az gyönyörű, de nézzétek meg milyen szép állapotban van. Erről? Te így erről megmondanád, hogy ez hasztjelen tesztelt? Nincs egy kopás sem rajta. Szerintem ez az a skin, ami nem kopik, hanem szürkül, ahogy egyre jobban közelít a háború tépásztához. Egyre rosszabb a minősége, annál szürkébb, annál ilyen sötétebb. Hogyha Factory New lenne, sokkal vibránsabb, sokkal élénkebbek lennének a színek. Gratulálok hozzá, remek nyitás volt. Egy perchez görgetünk. Titán 212. A nyitó, ezt valaki küldte nekem, hogy lessen meg. Nem láttam még, tehát igazán kíváncsi vagyok, hogy mit rejt ez a ládanyitás. Ez a legelső ládanyitásom. Először is láthatjuk, hogy régi cségó, tehát a feltöltés dátuma 2016 április 7. Igen, 3 nap múlva lesz 4 éves ez a videó. Hihetetlen, nagyon-nagyon jó hangulata az egésznek így a kép miatt. Régi szép idők, igen, lássuk is tovább. Ugye ez a legelső ládanyitásom. Azt mondja, hogy az első nyitásod. Izgulok. Izgulsz, viszont itt még nem tudod, hogy mi fog történni. Mert ha minden igaz, akkor te itt most ebből a ládából kést fogsz nyitni. Vigyázz, kész. Kész. Rajt! Oh, megvan animálva az egész. Van itt nekünk minden, hát nem is kell megvágni a videót, mert elintézt helyettünk. Azt a kurva! Bazd meg! Azt a kurva! Star Trek! Kurva! Anyád pizsát! Én meg meghaltam! Még mindig tart a reakció, már egy perce! Ilyen megáll a szívem, baszki! 10 FPS-sel nyomod a játékot! Tiszteletem! Kurva! Star Trek, érted? Star Trek! Na lássuk a zárát ennek a késnek. 90 euró! 90 euró! Bazd meg! Szerencsés, de imádom, tehát imádom ezeket a reakciókat, hát... Köszönöm, hogy velem tartottatok. Nagyon szívesen, én köszönöm, hogy vagy! Én köszönöm, hogy létrejöttél a világra, és ezt a videót el tudtad nekünk ide juttatni hozzám, ide a képernyőmre, hogy lássam meg a nézőköz, akik nézitek. Hihetetlen. Tehát ez, hogyha nem ér egy lájkot... Mi az, hogy 94? Hát ez egy millió lájkot megérdemel. Nem tudom, nekem személy szerint imádtam a reakcióját. Jól van, Titán, akkor jöhet is a következő, ami egy jó, elég rövid kis videó. Első késem, szívecske. Lássuk is, hogy mit alkottál. Nézzük. Nincs... Van játékhang, viszont nincs... nincs emberhang, nem hallok emberhangot. Színkép 2 ládát nyit egyébként, és... Az szerintem... Wow. Hát csak szépen, nyugodtan! Hát figyeld milyen nyugodtsággal, figyeld! Kinyitja a kést, és figyeld az egeret, milyen nyugodtsággal csak úgy elszlájdolja. Kés! Az igen, hát akkor... Na szépen, megpörgetjük, ott a kés. Mint előre tudta volna, hogy én most kést nyitok, felkészülés, és én most ezt meg fogom pörgetni, ezt a kést,
és megmutatom itt a néző közönségnek, hogy kést nyitottam. Gratulálok hozzá, kedves Csolt OMG! Remélem, hogy egészséggel használod, és lássuk az utolsót, ami egy Twitch klip. Na nézzük, túlerő láda. Hadd lássuk, mit nyitott. Kés? Kés! Mi a fasz? Mi a fasz? Nem kés, kesztyű. Jó van, de gratulálok hozzá, kedves Szakri. Egy gyönyörű kesztyűt láthattunk. Nézzük meg még egyszer, ez egy felülnyomat kesztyű egyébként. Nagyon jól néz ki. A kesztyűk ez annyira nem értek. Tudjátok mit, hogy ne unatkozzatok, menjetek le a kommentbe, és számoljátok ki az ebben a videóban látott nyitásokat. Adjátok össze az árait, és írjátok le kommentbe, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyik nap milyen eredmény jön ki. Mert lehet, hogy ha te 2 nap múlva írod le, akkor mit tudom én, tegyük fel 500 euró. Viszont, hogyha 2 hónap múlva írod le, akkor már lehet, hogy 600 eurót ér, mert annyira változnak az árak. Nagyon kíváncsi vagyok erre, ez egy jó kis ilyen elemezgetés lesz. Jó lesz majd visszanézni egy pár hónap múlva. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a videóban. Dobj egy lájkot, hogyha tetszett, és iratkozz fel, ha még nem vagy, és a kövi videóban pedig találkozunk.